A saját választókerületemből tudom a példát mondani, mert az elsődleges munkaerőpiacon szeretnének elhelyezkedni az emberek, nyilvánvaló okból, mert nem a 4 órás közfoglalkoztatással megszerezhető bért szeretnék maguknak tudni, hanem az elsődleges munkaerőpiacon a valóságos bért. Egyetértünk-e azzal, hogy ne segélyt, hanem munkát adjunk az embereknek? Én úgy gondolom, ahogy az eddigi hozzászólásokat hallgattuk, hogy igen. Ne úgy lépjen ki a közfoglalkoztatásból, ahogy belépett. Ezzel is egyetértünk. Hiszen, hogyha itt arról szól a fáma, hogy évente több százezer ember kibe-kibe mozog, és nem történik semmi eközben az elsődleges munkaerőpiacon, akkor létrehoztunk valóban egy másodlagos munkaerőpiacot. Úgy tűnik, hogy a statisztika javult, minden rendben van, kipipálva, csak éppen hol van erre a forrás? Meg a működő gazdaságtól nem lehet forrásokat elvonni, tehát a célunk egyértelműen az, hogy az elsődleges gazdaság legyen ugye a meghatározó, de sajnos számos térsége van az országnak, ahol még valószínű 1-2 éven belül sem lesz ez a helyzet, tehát muszáj mindenképpen a közfoglalkoztatással is számolnunk. Tehát mindenképpen, ugye, ahogy miniszter úr is említette az expozéjában, hogy átmeneti, áthidaló megoldásként tekintünk a közfoglalkoztatásra, és nem a végleges megoldásnak látjuk ezt. Szeretném fölhívni valamennyi képviselőtársunk figyelmét, mert ugye itt most elhangzott többször, hogy ilyen nagy vállalások lesznek, és több tízezer embert fognak majd mozgatni egyik helyről a másikra. Olvassák el figyelmesen az előterjesztést, mert több lába van ennek a programnak. A szociális szövetkezet, gazdaság, nem akarok most ebbe belemenni, tessenek megnézni, olvasni alaposan, akár a sorok közt is, hogy mit jelent ez, hogy nem csupán és kizárólag a nagy beruházásokhoz kapcsolódó foglalkoztatásról van szó, hanem számos egyéb más olyan dologról. Ha a kérdés az, hogy vajon a önkormányzatok, vagy kistérségi társulások, vagy szociális gazdaság, vagy civil szervezetek nélkül lehet-e hatékonyan közfoglalkoztást működtetni, akkor a válasz az, hogy nem. Tehát ez természetesen szerves része kell, hogy legyen az új közfoglalkoztatási programnak is. Tehát ez egy, úgy gondolom, fontos alapaxióma. És néhány dologra szeretnék itt reflektálni, ami ugye hát részben személy szerint is megszólítottam, hogy miért ott fönnülök és miért nem jövök ide. Hát szeretném jelezni, hogy ott fönt ugyanazt tudtam volna mondani, mint itt, tehát a kormány álláspontját tudom képviselni, mert hogy én úgy egyénibe, egyébként a Beregi térség országgyűlési képviselője vagyok, annak a 33 leghátrányosabb egyikének, amiről éppen itt a mai nap már számos esetben szó volt, 40 kis település tartozik úgy egyébként személy szerint hozzám. Ugye elképzelik azt, hogy úgy nagyjából látom azt, hogy mi a helyzet a nagy magyar valóságban jelen pillanatban, és milyen problémákkal jelenkeznek az önkormányzatok, meg a kistérségek adott esetben a foglalkoztatás tekintetében. Ugye Szűcs Erika képviselőtársam jelezte, hogy fiatal volt még az út a munkához program, ezért nem tudott kiterebélyesedni. Az a baj, kedves képviselő, az, hogy nem fiatal volt, hanem koraszülött. És sajnos nem volt alkalmas az életre. Tehát az a probléma vele, hogy ugye 150 milliárd forintba került tavaly a tényleges, végleges kifizetés. 150 milliárd. Ha mi most ezt a megoldást választunk, és ugye ebből 100 ezer ember dolgozott 6 vagy 8 órában átlagosan, 170 ezer ember pedig egyetlen napot sem dolgozott, egész évben 28.500 forintos ellátásom volt. Tehát az ön gondolatmenetét tovább követve azt kellett volna csinálni, hogy kinyitjuk a bukszát még jobban, mind a 270 ezer embernek munkát biztosítunk az állam támogatásával, és nem kérjük számon az önkormányzatoktól, hogy tudtok-e nekik munkát adni, értelmes munkát, nem, egyáltalán van ennyi lapátotok, tehát meg tudjátok-e oldani. Mert hogy nem volt semmiféle értékteremtő munkára való ugye ellenőrzés, kontroll. Az, hogy voltak jó gyakorlatok, hál' Istennek, igen, vannak Magyarországon, voltak is, és vannak is olyan polgármesterek, olyan képviselőtestületek, akik nem a kormánytól teszik függővé azt, hogy jól csináljanak valamit, vagy rosszul, hanem az adott keretek közt jól csinálják. Tehát ebben nincs vita közöttünk, hogy van-e ilyen, vagy volt-e ilyen, vagy érdemes-e ugye ezt a fajta foglalkoztatási formát tovább vinni. Szeretném jelezni, jelenleg több mint 36 ezer ember van kint 6 vagy 8 órában Magyarországon közfoglalkoztatásban, tehát nem igaz az, hogy itt ugye drasztikusan 15 ezer alatt van az önkormányzatoknál, de tegyük hozzá azt, ami az országos közmunkaprogram keretében vannak. Közel 120 ezeren vannak 4 órásban, akik már eddig bevontak, és ami a lényeg, amiről az előbb beszéltek, hogy több mint 3200 ember van vállalkozóknál kint.
ugye ez a TÁMOP 1-1-3-as program, amiről beszéltünk, hogy ahol 70% bérés járulék támogatást ad. Ez a lábbal, ennek kéne a legerősebb lábnak lenni a mi olvasatunkban is, ráadásul ugye uniós forrásokat tudunk, és nem hazai forrásokat segítségül hívni ebbe a tekintetbe. Tehát a gondolatmenetünk, amikor én szociális gazdaságról vagy munkaerő kölcsönzésről beszélünk, akkor ebbe az irányba mutat, csak hát ugye nyilván egy törvénytervezet az nem alkalmas arra, hogy a részletes indoklásban is mi kifejtsük azt, hogy konkrétan, de higgyék el, hogy ez az irány megfelelő, fontos, meghatározó és jó. Átlag 90 nap, ugye 180 nap, 90 nap, ebben is komoly viták voltak. Csak annyit szeretnék hozzátenni, hogy az átlag álláskeresési járadék ellátás jelen pillanatban is 90 nap vagy az alatt van. Ugye ezt önök is tudják nagyon jól, hogy több mint 60%-a 90 nap vagy annál kevesebb, ugye, mert általában az elmúlt 4 évben belüli foglalkoztatás ugye az úgy alakult a évek óta, mint ahogyan ezt most látjuk a jelenlegi rendszerbe is. Az, hogy legalább legyen egy fő foglalkoztatott, ugye Szűcs Erika jelezte, hogy ez a fajta gondolkodásmód, amit mi tovább vittünk most az elmúlt évben, az már régen is. Hát szeretném jelezni, még ellenzékiként annak idején jó magam adtam be egy ötöt, hogy aki a saját portáját nem tartja rendbe, az a szociális ellátórendszerben nem mozogjon. Tehát ezt szeretném jelezni a Jobbiknak, hogy megvolt ez már azelőtt is, amikor ez a fajta gondolkodásmód, és nagyon jól tudjuk, hogy miről beszélünk egyébként. Most hál' Istennek már jogszabály szól róla, tehát törvényben rögzíthető. Önök ezt nem támogatták annak idején, és ugye ez, hát hogy mondjam, eléggé szomorú is volt, hogy ez a fajta megoldás nem nyert akkor többséget, de önök azt mondták valóban, hogy legalább egy családban egy ember dolgozzon, akkor felhívtuk a figyelmet, hogy biztos, hogy minden családban, mert akkor lehet ezt a egy családban egy rát, és nincs tovább. Biztos, kedves képviselőasszony, így történt? Volt olyan család Magyarországon, ahol nem tudtak legalább egy embernek munkát adni? Volt bizony, sajnos, tehát az a fajta megoldás, amit önök javasoltak, az nem működött, és ezt világosan lehetett látni. A helyi társadalmi igények, ugye itt erről már beszéltem, hogy az önkormányzatoknak, illetve a szociális gazdaságnak fontos szerepe lesz. Hadd mondjak példát, Komlóska, ugye önök Borsodból érkeztek, Komlóskába voltunk ugye nemrégiben, a komlóskai polgármester jelezte, nemrégiben, hogy ebben a nagy, nehéz helyzetben megszűnt a munkanélküliség Komlóskán. Komlóska egy zsákfalu, ugye Borsodabói Zemplén volt a zempléni részen. Hát, ha Borsodabói Zemplén megye zsáktelepülése meg tudta ezt oldani, akkor bízunk abban, hogy megfelelő ösztönző eszközökkel adott esetben mások is képesek, tudnak és akarnak ilyenfajta közfoglalkoztatási rendszerben együtt működni. Egyébként ugye úrképviselő úr jelezte, hogy az előző egy évben munkahelyteremtésben mi valósult, hogy nem. Tegnap is Ózdon jártam éppen, és az egyik magánvállalkozó 12 fős létszámbővítésről számolhatott be a munkaerőpiaci alapos program tekintetében, illetve az elmúlt néhány hónapban háromszor sikerült Ózdon járni, mind a háromszor munkahelyteremtés címén, vagy alapkövet tettünk le, vagy szalagot vágtunk. Hát én úgy gondolom, hogy ennél fontosabb üzenet a Borsodabói Zemplén megyéjének nem nagyon lehet. Berta Szilvia képviselő asszony, illetve a Jobbik részéről ugye itt többször elhangzott, hogy az emberi méltóságot sérti, hogy adott esetben egy főiskolát, egyetemet vagy középfokú végzettséget végző ember nem olyan fajta munkát kap, és ugye most jogszabály ezt lehetővé teszi, hogy adott esetben azt a munkát is köteles elvállalni, ami nem egyel alacsonyabb végzettséget szérti. Ennél már csak az sérthet nagyobb, vagy az jelenthet nagyobb problémát, amikor 28.500 forintért egy bérpótló juttatásért van szorítva valahova, és a világon semmilyen lehetőség nincs. Ezt csak úgy halkan zárójelbe szeretném megjegyezni. De azt is szeretném hozzátenni, hogy az is feladat, hogy egy közmunkához kapcsolódóan, tehát kicsit szeretném, ha tágítanák a látószögüket, vannak olyan foglalkoztatási formák, amiben nem feltétlenül csak a segédmunkára kell gondolni. Tehát ez feladatunk és lehetőségünk közösen, hogy lássuk annak a lehetőségét is, hogy hol lehet egyébként magasabban kvalifikált és hasznos munkát, tevékenységet végző ember, vagy uram, bocsánat, pályakezdőnek munkatapasztalatszerzés céljára felhasználni, és tessenek megfigyelni a jogszabályt, ott nem a közfoglalkoztatási minimálbér van garantált bérként beállítva, hanem a minimálbér. Jó? Tehát azért amikor, nyilván amikor mi ezt átgondoltuk, akkor ementén is gondolkodtunk. Azt mondja, hogy több hónapos ugye
Igen, 2010-ben, ugye erről már beszéltem, hogy 150 milliárd, 64 milliárd, nem szeretnék ebbe a számháborúba most már belemenni, mert én szerintem többször elhangzott ebben a parlamentben, hogy mekkora összeg állt rendelkezésre, és mekkora most, és milyen létszámot tudtunk. Nem javítja a statisztikát, még egyszer szeretném kihangsúlyozni, a mostani közmunkaprogram nem javítja a statisztikát, mert nem lesznek egyszerre többen 100 000-nél soha bent a rendszerben a 4 órás foglalkoztatás miatt. Amit összességében, ugye Gőgös Zoltán képviselő társam jelezte az előbb, ugye itt, hogy az idény munkával kapcsolatos problémákat, tehát szeretném jelezni, hogy már a tavalyi évben ugyancsak ugye az őszt láttuk, az ősznek egy kis szegmense az új program keretében, de szeretném jelezni, már ott lényeges sem nőtt az idény munkába bevontak létszáma, és meggyőződésünk szerint ugye most a salátatörvényben tovább egyszerűsítjük az egyszerűsített foglalkoztatással kapcsolatos jogszabályokat. Abban bízunk, hogy ez a fajta egyszerűsítés még inkább arra fog ösztönözni nagyon sok embert, hogy ebben a legális formában tudja alkalmazni majd a munkavállalóit. Ugye Varga László képviselő úr mondta, hogy vannak jó programok, mert támogathatók, most mondtam, egyértelműen vannak, és támogattuk is, szeretném jelezni, hogy több mint 300 településnek külön írtunk ki meghívásos pályázatot a mostani közmunkaprogram keretében, pontosan ezért, mert láttuk, hogy a normál eszközökkel nem lehet őket segíteni ahhoz, hogy többletfoglalkoztatás legyen, így viszont ezek a települések lényegesen nagyobb létszámot tudtak foglalkoztatni. Nem szerettük volna, hogy elmenjen a kedvük attól, amit hosszú évek óta ők egyébként jól csinálnak, vagy csináltak. Összességében azt szeretném kérni, tisztelt képviselő társaim, hogy ha megegyezünk abban, megállapodunk abban, amit itt az elején mondtam, hogy ezek a fontos sarokpontok, ezek meghatározóak lehetnek, akkor azt kell látnunk, hogy mindenki munkájára szüksége van ma Magyarországnak, és mindenki segítségére is szükség van, nem csak a kétkezi munka tekintetében, hanem a parlament tekintetében is. Én úgy gondolom, hogy valamennyi frakció világosan látja, hogy mi a probléma. Világosan látja azt, hogy ebből a helyzetből el kell mozdulnunk, méghozzá abba az irányba, hogy a munka becsületét visszaállítsuk. Ez egy nagyon lényeges kérdés, ha ebben nem tudunk előrelépni, minden bajunkat, ami eddig előttünk állt, ugye a foglalkoztatás, ha nem nő, minden gondunkat magunk előtt fogjuk továbbra is görgetni. Ezért kérem valamennyiük segítségét. Köszönöm szépen. Köszönöm, államtitkár úr, tisztelt országgyűlés. Most 2 perces felszólások következnek. Elsőként megadom a szót Volner János képviselőnek, Jobbik képviselőcsoportjáról. Köszönöm szépen, elnök úr. Meg kell, hogy mondjam, Comba államtitkár úr, hogy az én személyes véleményem legalábbis jobb az önök előterjesztéséről és törekvéseiről, mint itt a legtöbb ellenzéki képviselőtársamnak. Nyilvánvaló, hogy vannak aggályok, amelyek jogosak ezzel az előterjesztéssel kapcsolatban, és a Jobbik frakció részéről ezek meg is lettek fogalmazva. Azonban azt is látom saját lakókörnyezetemben, hogy ezeket az embereket valóban csak társadalmi konfliktusokkal lehet visszarángatni a munkaerőpiacra, és most szándékosan ezt a radikálisabb kifejezést használom. Én Csemőn lakom, ez egy Pest megye szélén álló kis település, ott is egy tanyán élek. Pontosan látom azt, hogy azok a rétegek, akik hozzászoktak az elmúlt 2 évtizedben a rendszerváltás óta ahhoz, hogy megérkeznek különböző állami és önkormányzati forrásokból a támogatások, segélyek a részükre, ezek mennyire elszakadtak a munkavilágától. Éppen ezért tartanám azt fontosnak, hogy nagyon sokszor a földhöz ragadt, kézenfekvő megoldások a legcélra vezetőbbek. Ebben az esetben például azt látjuk, hogy azok az emberek, akik hozzászoktak a segélyből történő megéléshez, ezek egyszerűen elszakadtak a mezőgazdasági termeléstől, egyetlen hagyma, paprika, semmi nem terem meg az ő kertjükbe, megjegyzem, én például veteményezek, és érdekes módon nálam megterem minden, és örömömet lelem ebben a munkában. Ezeket az embereket, hogyha központilag irányítanák oly módon, hogy az önkormányzati rendszereken keresztül valósulna meg a közfoglalkoztatás azzal, hogy mondjuk az önkormányzati földekből kihasítanak egy darabot, ott valósul meg a mezőgazdasági termelés, munkaintenzív ágazatokban, akár vegyszermentesen, hiszen a krumplibogarat régen is le tudták szedni, és most is le tudják, akár jó minőségű bioélelmiszert is lehetne termelni, amit a helyi közétkeztetésben lehetne felhasználni, hivatalokban, óvodákban, iskolákban, rendelőintézetekben, mindenhol ezt fogyaszthatnánk, későbbiek folyamán
az idős gondozásban, majd pedig mehetnének ezek az élelmiszerek a helyi piacra. Én azt gondolom, ez egy földhöz ragadt célra vezető megoldást lenne, én egy ilyen javaslatot például támogatni tudnék, azonban azt is látom, hogy a szakpolitikai előkészítettség egy kicsit még hiányos. Köszönöm szépen. Nem, képviselő úr. Két perces felszólalása következik. Gúr Nándor képviselő úr, az MSZP képviselőcsoportjából megadom a szót. Államtitkár úr, néhány cödeket, cölöpöt le lehet verni, mert abban nincs közöttünk nézetkülönbség, hogy az elsődlegessége a munkának van. Minden tekintetben arra kell törekedni, hogy minél több ember dolgozzon ebben az országban, minél több adófizető legyen. Ez lehet közös pont. Bár úgy nehéz közös pontot rögzíteni, hogy államtitkár azt mondja, hogy ugye nagy a munkanélküliség, nem kap munkást a munkaadó, másik oldalról, a másik mondatában pedig arról beszél, hogy sorban állás van a munkavállalásra, a munkavállalást érintően. Ez a kettő egymásnak ellentmond. Tehát a dolog lényege, azt gondolom, hogy azt kell megnézni, hogy hogy lehet intenzifikálni, azt kell megnézni, hogy hogy lehet felkelteni egyrészt az érdeklődést, hogy lehet segíteni, és hogy lehet megkövetelni. Ezeket a dolgokat kell szerintem egymás mellé helyezni. Másik oldalról nézve, azzal mi egyetérthetünk, egyet is értünk, hogy a segélyezés önmagában nem ösztönöz. De akkor és amikor valaki elveszíti a munkalehetőségét, akkor azzal is szembe kell nézni, hogy ő egy biztosítási jogviszony alanyaként jelent meg a korábbi befizetései ellenében, és a mások szolidaritásából fakadó támogatása révén jut hozzá ahhoz a támogatáshoz, ami átmeneti időszakra szólóan segít őt arra vonatkozóan, hogy minél hamarabb visszataláljon a munkaerőpiacra. Ugye államtitkár úr használja a szót, hogy körülbelül mennyi ez az átlagos időtartam, viszonylag rövidet fogalmaz meg, no nyilván nem saját hazájára a Beregre gondol, ahol valószínűleg nem ez az időtartam, az átlagos időtartam, hanem ettől jóval hosszabb. Ilyen értelemben megint azt mondom, hogy a pozitív értelmű diszkriminációnak van helye a rendszerekben, mert nem ugyanaz egy működő munkaerőpiaci környezetben elhelyezkedni és egy szorított feltételek mellett levő piaci feltételek közepette. Éppen ezért vannak nézetbeli különbségeink az ügy kapcsán. Köszönöm szépen, elnök úr! Köszönöm. Két perces felszólalása jelentkezetlen. Hát Balázs képviselő úr, Jobbik képviselőcsoportjából öné a szó. Kifejezetten élmény volt Szomba Sándor államtitkár úr lendületes előadását hallgatni, bebizonyította, hogy jó szónok is, és egyet tudunk érteni a legtöbb dologba, tehát a cölöpök leverésébe olyan szempontból teljesen jogos, hogy szükség van erre az országos közmunkaprogramra, és óriási szükség van arra, hogy mindenki munkát kaphasson, aki dolgozni akart. Képviselőtársaim is azért mondták el ezt többször, mert hogy a Jobbik programjának ez egy integráns elemét képezte, mert valóban ez a lényeg, hogy ne segélyből, ne parazitaként akarjon senki érvényesülni az országban, hanem a munkája által tudjon megélni, boldogulni. Viszont van egy nagyon fontos kérdés, amit kicsit nagy vonalon át is ugrott, hogy ez a 4 órában biztosított munkalehetőség félpénzért, amit már többször elhangzott, ez annyira rossz és elfogadhatatlan megoldás, hogy ez átmenetinek se jó. Tehát olyan rendszert találjanak ki, amiből tényleg meg is lehet élni. Nem elég, hogy utazzon akár a szerencsétlen közmunkás 6 órát, de az, hogy 4 órába dolgozzon és mit csináljon a többibe, ez egy botrányos, ez egy vicc, ez egy nevetséges dolog. Ezt én nem is értem komolyan, hogy ezt hogy gondolhatták komolyan, úgyhogy erre adjanak választ, legyenek szívesek, hogy hogy képzelik. Köszönöm. Köszönöm, képviselő úr. Felszólalása következik. Pál Tibor képviselő úr, MSZP képviselőcsoport, önnél a szó. Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt államtitkár úr, én is nagyon jó szívvel hallgattam az ön hozzászólását, meg azt kell mondjam, hogy nyitott füllel, és tényleg sok pont van, amit ön elmondott, amiben egyet tudunk érteni. A kérdés csupán az most az ön hozzászólása után, hogy akkor a most beterjesztett törvény javaslat, az miért nem helyez nagyobb hangsúlyt arra, amit ön elmondott. Tehát, amiben egyet értünk, hogy a vállalkozások számára kell kinyitni ezt a lehetőséget, mert hogy valóban ott van, az az elsődleges munkaerőpiac. Igazából ott lehet megtanulni a munkakultúrát, ott lehet olyan készségeket szerezni, ami későbbiekben használható, és jól a munkaerőpiacon eladhatóvá
válik, ami valóban építi a munkavállalót, akkor valószínűleg ebbe az irányba kellett volna még több, akár adó, járulék és egyéb kedvezményeket hozni, vagy netán pályázati pénzeket még pluszba hozzátenni a rendszerhez. Elmondtuk már, hogy persze kötve van az önkezelés, hiszen fél pénzből kell megoldani, vagy kellett megoldani az elmúlt időszakban a közfoglalkoztatást. Tehát ha ebbe az irányba menne a törvénykezés, akkor jó lenne. Sajnos az, ami most benne van, ez egy kicsit a megrend szabályozás, a megfélemlítés eszközeként használjuk a közmunkát, ez nem egy szerencsés megoldás. Ráadásul ennek a költsége igen magas lesz. Ezt ön nagyon jól tudja, hogy egy akkora logisztikát fizetni, egy nagy, komoly szervezetet felállítani, mozgatni embereket, munkaeszközökkel ellátni, megfelelő személyekkel, munkavezetőkkel ellátni, az nagyon sok pénzbe kerül. Az látszik, hogy az a pénz, amit a segélyezésből ki akarnak vonni, az valójában ennek a logisztikának a költségét fogja fedezni, vagy legalábbis arra próbálják fordítani. Pedig sokkal jobb lenne, ha olyan irányba használnánk fel, mint ahogy ezt ön itt elmondta. Itt 40-42 milliárdról van szó, ez nagyon nagy összeg, ez a szállítás és egyéb költségeket fogja finanszírozni. Jobb lenne, ha inkább a programokra tudnánk fordítani. Két perces felszállása következik. Szűcs Erika képviselőasszony, az MSZP képviselőcsoportjából. Köszönöm a szót, elnök úr. Én is örömmel hallgattam államtitkár úrnak a szavait, mert hogy amikor a cövekekről szól, akkor ő nagyon jól tudja, hogy ezek a cövekek levoltak már téve. Igaz, hogy a porta takarítás nem, de nem azt jelenti, hogy azért nem, mert hogy ezzel teljesen ellentétes az álláspontunk, hanem azért, mert azt gondoltuk, hogy ez egy következménye az egész folyamatnak, ahol ez egy könnyen teljesíthető kötelezettségé válik. Nem az a problémám, az a problémám, hogy ön egészen más mondott, mint amit Pintér úr mondott. És az az igazság, hogy most nem tudom, hogy a kormánynak mi a valódi szándéka, és sajnos már ott tartunk, hogy azt se igazán hisszük el, amit kérdeznek, nem, hogy amit mondanak. Én egyébként nem azt mondtam, hogy a fiatal program, és ezért nem tudok kiterebélyesedni, hanem szó szerint azt mondtam, hogy fiatal a program, tehát teljesen természetes, hogy korrigálni kell, és ezzel nincs is semmiféle bajunk, csak a korrekcióknak a módja nem tetszik. Ugye ön föltette azt, hogy minden családban legyen legalább egy 8 órás kereső, vajon teljesítettük-e? Nem. De mi úgy gondoltuk, hogy ennek a programnak a végső kimenetelének ezt kell célul megfogalmazni, és olyan irányítási rendszert, olyan szabályozást és olyan finanszírozást kell hozzárendelni, ami ezt biztosítja. És a másik alapvetésünk pedig az, hogy a helyi gazdaság igényeiből táplálkozzon a foglalkoztatás, és arra reflektáljon, és azt erősítse és segítse. Mi nem látjuk ebben az előterjesztésben, és nem látjuk a válaszokban azt, hogy nem lesz olyan átrendeződés, amely elviszi az összes pénzt, vagy csak egy kis hányadot hagy meg a helyi gazdaságnak, és a nagy részét azt az állami közmunkaprogramokban fogja felhasználni, ezt pedig mi nem tartjuk jó iránynak. Ez a problémánk, nem pedig az, hogy a rendszerben ki kell alakítani azt az irányító mechanizmust, amely a munkaerőigényeket és a rendelkezésre álló munkaerőt optimálisan össze tudja hangolni. Köszönöm szépen! Köszönöm, képviselőasszony. Két perces felszállása következik. Sós Tamás képviselő úr, MSZP képviselőcsoport. Elnök úr, államtitkár úr, tisztelt ház. Ugye több mint 4 órája folyik ez a vita, és tulajdonképpen itt a napirend tárgyalásának elején tartunk még mindig. Ugye az is látszik, hogy koncepcionálisan is megoszlik a vélemény a kormánytagok között, hisz Pintér úr bevezetőjében a rendészeti elemeket emelte ki, Comba úr a foglalkoztatási dolgokat. Ráadásul itt az utóbbi megszólalásaiban Comba úr számos olyan dolgot fogalmaz meg, amit, ha jól követem a szöveget, ő maga is hiányol ebből az előterjesztésből. Én segítő szándékkal vettem föl, hogy gondolják meg, nem kellene egy ilyen 4,5 órás vita után visszavonni ezt az előterjesztést? Hogyha a terembe körbenéznek, és megnézik a polgármestereket, mondjuk itt mennyien vannak itt, és hogyha most megkérdeznék őket mondjuk a kormánypárti padsorból, hogy ez hogyan hasznosítható az ő mindennapi munkájukban, akkor szűkebb körű beszélgetésekben elmondják mondjuk januárban azt, hogy katasztrofális helyzetet hozott számukra ez a 4 órás rendszer. Ma már ugye a kormánypárti fegyelem köti őket, már nem tesznek ilyen típusú megnyilatkozásokat. Valójában koncepcionálisan van probléma. Én úgy gondolom, az alapkérdésben ott egyetértünk,
hogy Magyarországon az iparban, mezőgazdaságban, a szociális területen, a közszférában nem tudunk mindenkit foglalkoztatni. Elhangzott egy szám, hogy körülbelül 1-1,5 millió körül van az a szám, akik nem tudnak elhelyezkedni a piacon. Nekik állami foglalkoztatás kell. Ez nincs gyakorlatilag, úgy gondolom, kellőképpen kidolgozva, és nem lehet ezt a dolgot a végénél kezdeni, hogy rendészeti módszerekkel oldjuk meg ezt a kérdést. Én úgy gondolom, a képzésről nem esett igazán szó, én ezzel szeretném majd folytatni. Köszönöm a figyelmet. Köszönöm, képviselő úr. 2 perces felszólalása következik. Gúr Nándor képviselő úr, MSZP képviselőcsoport, adni a szó. Félpénzen dupla foglalkoztatás, majd negyedpénzen 4-szeres foglalkoztatás, nem tudom már mennyiért, aztán mondjuk, hogy 0 közeli pénzen végtelen foglalkoztatás. Körülbelül így lehet összefoglalni azt a fajta koncepciót, ami gyakorlatilag rajzolódik a Fidesz részéről. Tudja, államtitkár úr, akkor, amikor arról beszél, hogy 120 ezer embert vontak be, és ezt olyan kellő büszkeséggel mondja, akkor azt is tegye hozzá, mert hát így korrekt és így kerek a történet, hogy 1-2-3 hónapra 4 órás foglalkoztatási időtartam mellett a 2/3-ukat, és bizony ez a pénzösszeg, amit őt készítesznek, ez ott a 30 ezer forint környékén van. No hát ez egy család megélhetésének a biztonságát valószínűsítem nem adja meg. És akkor a másik gondolatában pedig azt mondja, hogy nyilván a források, mindig a források azok, amelyek kérdésesek, honnan, hogyan lehetne összerakni ezeket a dolgokat. Én nem kell, hogy gondolkodjak önök helyett e tekintetben, de azért egy javaslatot mindenképpen mondok, mondhatnék többet is. Érdemes lenne felülgondolni azt a 16%-os egykulcsos személyi jövedelemadót, ami egyébként nem a közfoglalkoztatottak tekintetében, hanem a munkavilágát érintő 3,8 millió ember vonatkozásában is 3,5 millió embertől elvett és nem adott nekik, nagyjából 300 ezer embernek adott többletet. No és hogyha ezt rendeznék, ezt a kérdést, akkor valószínű friss felszabaduló forrás lehetőségekhez is hozzájuthatna a kormány, ami egyrészt az alacsonyabb jövedelmi pozícióban lévő emberek irányába engedné meg azt, hogy jobb helyzetbe kerüljenek, és nem kellene bérkommandó és sok minden egyéb más. Másrészt a közfoglalkoztatás tekintetében is lennének némi friss forrása, ami könnyítené, enyhítené a problémák megoldását. Köszönöm szépen, megtisztelő figyelmet. Köszönöm, képviselő úr. Tisztelt Országgyűlés, 2 perces felszólalásra megadom a szót. Comba Sándor államtitkár úrnak jönni a szó. Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Szeretnék reagálni a 2 percesekbe elhangzottakra. Volner János képviselőtársam, ugye, hogy azokat az embereket csak konfliktussal, ahogy ő fogalmazott, lehet visszavezetni. Bizony tény és való, hogy azok, akik több éve munkanélküli státuszban, állapotban vannak, ők nem biztos, hogy fizikálisan, hanem mentálisan és egyéb módon sincsenek munkára kész és képes állapotban, és ez komoly felelősségünk, feladatunk a munkaügyi szervezeteknek, általában azoknak, civil szervezeteknek, akik ebben tudnak tenni, hogy úgy próbáljuk a munkavilágába visszahelyezni őket, hogy ők valóban ott is tudjanak maradni, és ne 3 nap múlva mondjuk táppénzen próbáljanak ugye a különböző kiskapukon mozogni. Az, hogy a mezőgazdasági termés, és ugye az előbb a Gőgös képviselő úr is jelezte, meghatározó jelentőségű a mezőgazdaság, az agrárium. A közfoglalkoztatás tekintetében is, meg általában a foglalkoztatás tekintetében is. Tehát mi, mint kitörési pontra tekintünk a mezőgazdaságra, ezért számos olyan eleme is lesz majd a programnak, ami ebben kifejezetten előremutató intézkedéseket fog. Pál Tibor ugye, hogy miért nem, kérdezi, hogy miért nem erről szól a törvényjavaslat, szeretném olvassa el figyelmesen, tehát itt a szociális gazdaság, munkaerő kölcsönzés és egyéb részét, és kicsit engedje szabadjára fantáziáját, akkor részre fogja venni, hogy vannak olyan elemek benne, amik kifejezetten az elsődleges munkaerőpiac megsegítését, vagy közvetlenül az odavaló jutást fogják majd támogatni, segíteni. Szűcs Erika jelezte, illetve többen is jelezték, hogy Pintér úr másról beszélt, egyáltalán nem beszélt másról Pintér úr, ugyanarról beszéltünk mindketten, hiszen a kormányon belül ennek a programnak a megvalósítása az közös feladat. Valamennyiünk közös feladata, de természetesen a belügyminisztérium az, aki ennek az új programnak a vezetésért, irányításáért felel, de szó sincs arról, hogy elbeszélnénk itt egymás mellett, itt pedig nem is folytatom, köszönöm szépen a lehetőséget. Köszönöm, államtitkár úr.
Tisztelt Országgyűlés, 2 perces felszólalásra jelentkezett Mágori Józsefné Fidesz képviselőcsoportjából öné a szó. Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt ház. Én 8 óra óta hallgatom az ellenzéknek a hozzászólását, és először, mint vállalkozó szeretnék önöknek reflektálni. Évekig avval a problémával álltunk szemben, hogy nem kaptunk megfelelő munkaerőt Makó térségébe. Alkalmi munkára mindenki hajlandó volt elmenni, de végleges állása nem, mert akkor elesett volna a különböző juttatásoktól. Elesett volna a jövedelempótló támogatástól, elesett volna a rendelkezésre álló támogatástól.